Ez még fiatal. Egészségügyi. Ezek még fiatalak. Igen. Az már öreg. Igen. Idősen. Le van kufa, igaz? Ezek fiatalok még. A trófeák fogainak és agancsainak állapotáról lehet megállapítani, hogy milyen idős volt az elhullott vad. Ezt mutatják be ezek az általános iskolás gyermekek, akik nyáron a táborozási időszakban a vadászkamara megyei szervezeténél töltik a hétköznapokat. Több turnust is szerveznek még a következő hetekben, melynek központi helyszíne a Kamara Nyíregyháza Sóstóhegyi székhelye. Az első hétre 10 diák jelentkezett, akik a vadászat rejtelmeivel és a természet szépségeivel ismerkedtek meg. Olyan feladatokkal találkoznak itt nap mint nap, ami kicsit vadászias feladatok, de alapvetően nem vadászatról szól ez a tábor, hanem arról, hogy vadászható vadfajok vannak, nekik élőhelyük van, ezt ismerjék meg, tudják értékelni, tanulják meg azt, hogyha kint járnak a természetbe, hogyan kell viselkedni, tanulják meg azt, hogy a faj is egy élőlény, és nem lehet szöget verni bele, és nem lehet úgy bánni vele, mintha egy holtanyag lenne, hiszen ő is érez, és ő is el tud pusztulni. Tehát igazából olyan ismereteket próbálunk nekik átadni, ami jó eséllyel a városban lakva, egész évben az iskolapadban ülve kimarad az életükből, viszont hogyha már egyszer érdeklődnek a vadászat iránt, hiszen aki ide jön hozzánk, nyilván érdeklődik valamilyen szinten ez iránt, a hobbi szakma iránt, az tanuljon meg sokkal több mindent a természetről, a ott élő és ott működő dolgokról, mint amit az iskolapadban meghal. Ez inkább ilyen nagyobb ragadozó madarakat kell fogni, ha esetleg vadásszák a nyulat, meg ilyeneket. A gyermekek már gyakorlottan használják azokat az eszközöket is, amik becsapdázzák a vadászatot zavaró állatokat. A 7 éves Marcel az állatok szeretete miatt jött a táborba, a 10 esztendős Diana számára pedig otthon, családja körében is központi téma a vadászat. Jól érzem magam, és azért jöttem ide a táborba, mert izgalmasnak hangzik, és tetszik. Jól érzem magam, mert azért jó, és akkor azért jöttem ide, mert az apukám vadász, és szeretek vadászni, és voltunk állatkertben, az erdőben, meg lőttünk légpuskával, ijeszkodtunk, és lézeres vadászatot is csináltunk. A hétfőtől megtanult ismeretekből a hét utolsó napján játékos formában írásbeli és gyakorlati vizsgát is tesznek a gyermekek, akik ezután vadásztábori bizonyítvány büszke birtokosai lesznek.